Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit ilyen a nyugatiból. Most van körülbelül egy olyan hajnali 6 óra és egy olyan körülbelül fél óra múlva fogunk indulni Krakkóba. A vonatot éppen most tolják be egyébként, itt van mögöttem. Szokásos 10. vágányra éppen tolják be a vonatot. Hát lassan akkor mehetünk a pedonhoz megkeresni a helyünket, aztán hát szerintem alvás lesz Krakkóin, hogy legalábbis egy darabig, mert sokat aludtam. Egy előző nap a Ceglire jöttem a Baszpenzel fesztiválról, éppen hazaértem a hajnali egyfele, és már jönni kellett ide ki 3 órával később. Úgyhogy... De itt vagyok, úgyhogy lassan fel kell szállni a vonatra. Hát a Krakkóról útra meg majd később jelentkezem, folyamatosan azért lesznek rossz szállítások. Jászdi Balázs hagyományőrző főhadnagy vagyok. Én 14-től 56-ig foglalkozunk a Magyar Királyi Honvédség és illetve a Honvédség megjelenítésével. Alapvetően mi tüzérek vagyunk, de nagy dolgokat is meg tudunk mutatni. Itt az a feladatunk, hogy az első világháborús egyenruhákat, felszereléseket, fegyvereket futassuk be itt a vonaton, illetve majd az erődben, ott egy kicsit hangosabban meg ott lesz egy dinamikus kis mentes munka. Tehát az egyenruhánk, ugye, amit itt lehet látni, szürke, de néhány éve korábban még, a századfordulón még színpompás egyenruhákban vonultak adatában a katonák. Mit gondolnak, mi volt az oka ennek a szép színpompás egyenruhának? Az ott, hogy szép volt. De kommunikációs célja volt, ugyanis a hírközlő eszközök még nem voltak, és a vezénylő parancsnokok magaslatokról vezényelték a csatát, és hát, hogy tudják, hogy melyik csapat hol helyezkedik el, ezért voltak különböző színű egyenruházati cikkek, különböző színű lovak, tehát ezredenként más-más színű lovakat használtak a lovasított katonák, tehát ugye ezért voltak a színes egyenruhák. Még az 1800-as évek közepén az elöltöltő fegyverek lőtávolsága rendkívül csekély volt, ezt legjobban példázza az, hogy az elöltöltő ágyúk lőtávolsága 600 méter körül volt, maximum 1000 méter. Ugyanakkor az 1875-ben rendszeresített 9 cm-es Oáciusz tábori ágyú, amelyet egyébként a hadviselő felek közül rendkívül későn vezetett be az osztrák-magyar monarchia, ez már 4000 méterre tudott tüzelni, és pár év múlva egy modernizálás követően már 6 km-re tudott hatásos tüzet leadni. Tehát az 1 km-ről, 600, illetve 1 km-ről már, tehát ilyen 8-10-szeres lőtávolság növekedés következett be, és ez igaz a fegyverekre is, tehát a puskák, ugye az elöltöltő puskához képest ez a 95 mintai Malleyer puska, ez már 2000 méterre tudott hatásos tüzet leadni, ugye az irányzék a 2000 méterre van kalibrálva, hát fölállt a raj, a szakasz, és vezényszóra beállították az irányzékot, és mindenki odalőtt, tehát ez nem pontlövő 2 kilométerre, hanem nagyjából ott csapottam a lövedékek, de még mindig megfelelő erővel. reméljük, hogy jobb időnk van, mint amit az időjósok mondtak. Reméljük, hogy ez így ki is fog tartani, bár valójában ilyen 24-25 fok körüli hőmérsékletet jósoltak kisebb-nagyobb esőkkel. Rögtön láttunk egy helyes kis kék villamost. Krakkóban inkább ezek a régi típusú villamosok a jellemzőek, fogunk még találkozni az óvárosban még arhaikusabb vagy eltó villamosokkal is. A belváros gyakorlatilag bejárható, nem lesz szükség szerintem villamosjegyre, de ha valaki mégis úgy gondolja, hogy kipróbálja a villamosozás, buszozást, 20 perces jegyeket lehet vásárolni, azt érdemes, mert 20 perc alatt már nagyon nagy távolságokra lehet eljutni. Tehát ez egy érdekes jelenség, amikor az ember Budapestről érkezik Krakkóba, akkor egy picit mások lesznek a távolságok, mások lesznek a térbeli dimenziók, és Krakkóból visszatérve Budapest lesz majd zajosabb. Azt szokták mondani, hogy Krakkó ugyan kisváros, de valójában Lengyelország kulturális fővárosa. Szóval akkor itt van a szoba, itt mondom, az esti programos mostannak ki tudja mellett, hogy valami városnézés lesz még szerintem. Itt könnyéket azért kimegyek és felderültem. Ott hoztam egy hosszabbítót, itt vannak a konnektorok, itt töltődnek a töltenivalók, van wifi is. Talán ez a kis asztal, tévé a falon. Most igazából még nem is próbálgattam végig, hogy milyen csatornák vannak, csak bekapcsoltam, de úgyse nagyon fogom nézni. Most megy a meccs egyébként, VB döntő. Mint egyébként, mondom, itt még a fürdőszoba van, ami még érdekes. Hát ennyi. Egy WC, meg izomajzó. Igazából más nem is kell. Ennyi. Majd van még itt egy gardróbszekrény, meg itt de ezt nem fogom használni, mert minek. Hát belakom majd valamennyire itt a birodalmat. Hát egyébként van wifi is, úgyhogy majd fogok tudni jelentkezni. És hát... mondom, itt vagyok én, és megérkeztem Krakkóba, úgyhogy üdvözletem minden, hát látjuk, hát a vonatút az viszonylag eseménymentesen telt, főleg hogy a nagy részét azt így átkómáltam, meg átaludtam, mert 2 óra alvás vagy 3 óra alvás után indultam el, úgyhogy nem voltam egy kicsit fit, úgyhogy némi alvás hiányt pótoltam be. Hát én tegnap még fesztiválon voltam, és csak ilyen hajnali 1-2 felé jöttem haza, aztán még zuhanyzás, összepakolás, stb. Volt 2:30 is, mert lefeküdtem, és 4:30 környékén meg már kelni kellett, hogy kiérjek időben a vonathoz. Úgyhogy alvás nem volt sok, de hát majd ma este lesz. Még kicsit szétnézek itt még a környéken. Van egyébként egy villamos megálló is itt mellettem, és esetleg veszek egy napi jegyet. Vagy legalábbis kigyomozom, hogy mennyi, vagy lehet esetleg mondjuk 72 órásat venni, vagy több naposat. Hát többit meg majd meglátjuk. Úgyhogy majd még fogok jelentkezni. Egyébként a House of Bill-ben vagyok. És még a wifi-t is lehet kapni. Sziasztok, üdvözletem mindenkor, Krakkóból. Ez itt pont a szállásunk előtt. Van egy park, ahol... Azért, látjátok, ott azért van élet rendesen. Egy utcából bejebb pedig már itt olyan belváros, vagy sétáló utcák, ami hát itt rengeteg kocsma, üzlethelyiségek, kajáda, stb. És azért szerintem az valami óvárosi rész lehet, mert rendesen ilyen régi sikátorok, másokköves utak, stb. Izgalmas, érdemes volna nézni. Közben megtaláltam szerintem a legjobb helyet Krakkóban, a House of Bill. Rengeteg sörük van, és nagyon jó csoportcsöröket is adtak el egyébként. Közben már majdnem megérkeztünk, mert itt van a szállásunk szembe. Úgyhogy igazából már csak át kell menni, aztán már vissza is értem. Hát volt egy kis éjszakai városnézés, egy kis fotózás, videózás, már amikor besötét lett, akkor már csak videózás. És itt például egy villamosvonal mellettünk, itt a 2-es meg a 10-es jár erre, ahogy láttam. Most már csak valahogy át kéne jussunk. Igen. És pont jön egy villamos, azt meg fogjuk várni. És főleg ezen a vonalon meg inkább ezek a régebbi tátrák járnak. De modern villamosokat is láttam. De figyeljetek, mindjárt jön egy villamos. Pont egy 10-es villamos volt. Szerintem ennyi is lesz, egy kicsit így felfedeztem a környeket, ami itt a szállás közelében van, hogy legalább ezzel képeljék, aztán holnap meg egész nap úgyis kint leszek a városba. Első dolgom az lesz, hogy veszek 20 dotyért egy napi jegyet, aztán bejárom az egész város villamossal meg busszal. És igyekszem minél több dolgot fotózni meg videózni. Úgyhogy majd akkor tartsatok velem holnap is. Remélhetőleg akkor is sok videó, meg képanyagot tudok összeszedni nektek, mert egyébként lesznek még itt ezek a programok, fakultatív is, szabad program is, de vannak tervek így erre a 4 napra, amit itt fogok tölteni Lengyelországba. Úgyhogy akkor egyelőre szerintem akkor így a mai napra búcsúznék, és most már innen, akkor most már jöjjön az alvás, abból úgyis van egy kis alvás deficitám most már, ideje lenne pótolni belőle valamennyit, úgyhogy most visszamegyek, itt vagyok már rögtön a szállásunk előtt, úgyhogy vissza a szobába, zuhanyozás, alvás, reggelkelés, aztán egész nap kincsászkálás a városba. Holnapi program az erről fog szólni, csak Krakkó, úgyhogy találkozunk akkor, sziasztok!